Elnök úr, képviselő asszonyok és képviselő urak, az egyházakkal és hitélettel kapcsolatos törvények története Magyarországon a magyar parlamentarizmus történetének talán legszínvonalasabb vitáit eredményezték. Így volt ez 1895-ben és a későbbiekben is. Így volt ez akkor, amikor a Zichy gróf, mint vallási és közoktatási miniszter által beterjesztett törvények igazán nagy, egymás között is, hát néha heves vitákat, ugyanakkor magas intellektuális szintet hoztak, vallásügyi forradalomokról beszéltek akkor ebben a házban, és az akkori sajtóban. Helyes, hogyha ennek a hagyománynak, egyfajta tradíciónak a követői kívánunk lenni, és véleményeinket úgy ütköztetni, hogy megfelelő szakmai és megfelelő intellektuális szint kapcsolódik ehhez. Én próbálom ezt követni akkor, amikor az Oktatási Bizottság kisebbségi véleményét fogalmazom meg. Nyilvánvalóan a bizottság feladatából következően nem a törvény egészéről, hanem a bizottság kompetenciájába, elsősorban az intézmény fenntartói szerepből, az oktatással kapcsolatos szerepkörből szeretném a gondolataimat levezetni. Az, hogy ezt a kérdést a törvény tárgyalja, szabályozni kívánja, helyes. A szabályozásnak több pontja azonban, azt gondolom a többség számára is átgondolandó. Van olyan megközelítés, amely lehet, hogy még törvényalkotói szándékot is félreértve fogalmaz, más tekintetben pedig olyan véleménykülönbségeket takar, amelyek a vitát a mai nap, meg a későbbiekben is nyilvánvalóan itt és a szélesebb nyilvánosság előtt is magyarázzák. Két ilyenre szeretnék rámutatni, nem feltétlenül a teljesség igényével, inkább azzal a céllal, hogy irányokat bemutassak. Természetes, hogy egyház, bármely egyház a saját hittételei, a saját véleménye, a saját világképe alapján kívánja oktatási tevékenységét formálni. Azért végzi ezt a tevékenységet. Helyes, hogyha az állam ehhez közelít azzal az elvvel, amely az állam és egyház szétválasztásának két évszázados európai alapelvét vallja és valósítja meg a gyakorlatba. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor ez a két elv ütközik. Ilyen például az a helyzet, amikor egy olyan település iskolájáról beszélünk, amely településen egyetlen iskola van. Ebben az esetben, hogyha ez az iskola egyházi fenntartóhoz kerül, értelemszerűen ez az egyház saját világképének, saját hitéletének megfelelően kívánja az oktatást formálni, az állampolgár, a szülő, más tekintetben a gyermek azonban elveszíti azt a lehetőségét, hogy ott helyben saját településén, mivel egyetlen iskola létezik, választhasson, akár világnézeti különbséggel, akár hogyha nem vallásos iskolába kívánja járatni gyermekét. Ezért ennek a pontosítása, a pontos megfogalmazása a törvényben lényeges, éppen azért, hogy mindenki saját világnézetének szabadságával élve tanítja, taníthassa gyermekét. Egy másik kérdéskör a törvényben az egyházak olyan szerepét vizsgálja, olyan tevékenységi körét, ami úgymond nem gazdasági. És ott felsorol jó néhány pontot. Tisztelettel fölhívom az előterjesztők figyelmét, a kormányzat államtitkár úr figyelmét, hogy itt súlyos hibák vannak. Felsőoktatási intézmény esetében például egyházi felsőoktatási intézménynél tanulmánykötetek, konferenciák, publikációk, különböző szakmai és tudományos rendezvények nem kerülnek úgymond gazdasági körbe. Ez teljes megkülönböztetés az állami fenntartású felsőoktatási intézmények számára. Következésképpen, hogyha egy publikáció megjelenik, hogyha egy tanulmánykötet megjelenik, és azt egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény jelenteti meg, előnyben van az államival szembe. Ez olyan megkülönböztetés, ami azt gondolom, hogy fölösleges és rossz. Ezért azt fogjuk javasolni,
módosító indítványokkal, hogy ezeket a kormányzó többség átgondolni szíveskedjék, egy olyan törvény elkészítése céljából, ami hosszú távon szolgálja az ország érdekeit. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor, 30-30 perces időkeretben. Ezek között, mint ahogy azt már megszokhattuk, 2 perces felszólalásokra nem kerülhet sor. Megadom a szót elsőnek Demeter Zoltán képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának, aki felszólalását az emelvényről kívánja elmondani. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy fölfáradt, megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Országgyűlési képviselőként az emberi, jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság tagjaként, református lelkészként igen nagy megtiszteltetés, és ugyanakkor megható érzés számomra, hogy a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslatnak az egyik vezérszónoka lehetek. A 2012. január 1-e napjától hatályos alaptörvényünk 7. cikkének 3. bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. A rendelkezés értelmében ennek a sarkalatos törvénynek a megalkotása természetesen a törvényhozás feladata, azonban fontosnak tartom, hogy a törvényhozó ezen kötelezettségének úgy tegyen eleget, hogy a változás az ne csupán újítást jelentsen a régi szabályokhoz képest, hanem érdemi különbséget is hordozzon magában. Az elmúlt 20 év rossz tapasztalataiból okulva, és figyelembe véve az egyházi kérdésekben született alkotmánybírósági határozatokat, és ugyanakkor tiszteletben tartva az alapvető emberi jogokat, hogy azok csorbát ne szenvedjenek, kell a nemzeti együttműködés rendszerébe illeszkednie a jogszabálynak. Úgy vélem, ezen szempontokat az előterjesztő igenis figyelembe vette, különös tekintettel azon alkotmánybírósági határozati megfogalmazásra, mint egy intelemre, hogy az egyház elválasztása az államtól nem jelenti azt, hogy a vallás és az egyház sajátosságait az államnak figyelmen kívül kell hagynia. Amikor egyházi sajátosságról beszélünk, akkor számomra a legfőbb specifikum az maga a vallás, és természetesen az Istenbe vetett hit, amely nélkül egyházi közösség nem létezik. És bármennyire is furcsa, de ezen alaptétel az elmúlt 20 esztendőben egyáltalán nem volt ilyen egyértelmű. Az eddigi szabályozásoknak köszönhetően sajnos sorra alakultak gazdasági társaságok, amelyek megpróbáltak, így is fogalmazhatunk, egyházi köntöst ölteni az adókedvezmények és más előnyök megszerzése érdekében anélkül, hogy tényleges hitéleti tevékenységet folytattak volna. Ez a fajta gondolkodás úgy vélem, hogy nem csak a jogszabály kijátszásának egy módja volt, vagy ha úgy tetszik, ügyeskedés, hanem annál sokkal több visszaélés a szabad vallásgyakorlás alapvető jogával, a valódi egyházak társadalmi presztízsének rombolása, és talán azt is mondhatjuk, hogy a hívő embereknek a megsértése. És nem véletlen, hogy ezen szervezetek a köznyelvben biznisz egyházak néven váltak ismerté. Ennek a jelenségnek és üzleti gyakorlatnak vett véget most az előttünk fekvő törvényjavaslat,
Egyrészt azzal, hogy megfogalmazza, mit is jelent a vallási tevékenység, másfelől pedig azt gondolom, hogy precíz és pontos az egyházak nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Ez utóbbiból kiemelném, hogy az egyház nyilvántartásba vételére irányuló kérelem akkor nyújtható be, hogy ez elhangzott már államtitkár úr részéről is, ha a közösség legalább 20 éve szervezett formában és egyesületként működik Magyarországon, és legalább 1000 magyarországi lakóhelyen rendelkező természetes személytagja van. Szemben a jelenleg nagyon rossz hatályos törvénnyel, amely csupán csak 100 természetes személyről rendelkezik, mint alapításhoz szükséges létszámról, és más megszorító feltétel nem is szerepelt ezen kívül. Tisztelt Országgyűlés, vallási tevékenység végzése, a tanítás lényegét tartalmazó hitvallás, vagy legfőbb vallási tanok összefoglalása olyan bejegyzéshez szükséges feltétel, novum az új törvényjavaslatban, amellyel az áleegyházak kiszűrése elérhető szakértők bevonásával. És fontosnak tartom megjegyezni, hogy az egyház biznisz nem csak az adókedvezmények megszerzésére korlátozódott az elmúlt években, hanem sokszor a hívők megtévesztésével jutottak szervezetek különböző összegekhez, és megtehették ezt azért, mert a jogszabály nem részesítette jogvédelemben a korábban bejegyzett, akár történelmi egyházakat sem. A mostani törvényjavaslat kimondja, hogy más szervezet elnevezése és jelképei nem kelthettek olyan benyomást, hogy a szervezet, illetve tevékenysége más, korábban nyilvántartásba vett egyház működéséhez kapcsolódik. Ez a fajta védjegyvédelem az egyházi szolgáltatás nyújtások tekintetében is elvárható követelmény, amely szabályozás nem csak az egyházakat védi, hanem a rendelkezéstek fogyasztóvédelmi célja is van, ezentúl a szolgáltatást igénybevevő számára is egyértelműen beazonosítható lesz, ha az igénybe vett szolgáltatás valamely egyház tevékenységéhez kötődik. A törvényjavaslat eszenciáját, értéktartalmát azonban nem az egyházak nyilvántartásba vételére, megszűnésére vonatkozó, úgymond technikai szabályok adják, melyek nélkül természetesen koherenciáját és garanciáit vesztené a jogszabály. Kiemelném, hogy a törvény fő célja az a lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatása, az egyházak önállóságának a biztosítása és az állammal fennálló kapcsolatok szabályozása. És ez utóbbi céllal foglalkoznék az állami törvényhozás szereplőjeként. Nem véletlen ugyanis, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke nemzeti hatáskörbe helyezi az egyházügyi szabályozást, hiszen az európai közösségen belül is az állam és az egyház különválasztásnak módjai jelentős eltéréseket tartalmaznak. Az államegyház modell még például ma is működik az Egyesült Királyságban, de Észak-Európa protestáns államai is megőrizték az államegyházi berendezkedésüket. És tudjuk, hogy az anglikán egyház feje az angol királynő, Norvégiában pedig gyakorlatilag teljes és közvetlen a költségvetési egyházi finanszírozás. És ez a modell mindenütt hosszú és szerves történelmi fejlődés során alakult ki. Az államegyház ellentéte az egyház és az állam radikális elválasztása, amelyre Európán belül
Azt gondolom, hogy Franciaország a legjobb példa, Európán kívül pedig az Amerikai Egyesült Államok. Az állami finanszírozási tilalom azonban eltérő következményekkel jár a két országban, hiszen még Franciaországban az egyház mondhatni, hogy szegénységben él, addig az Amerikai Egyesült Államokban a számtalan vallási közösséget professzionálisan szervezett adománygyűjtési akciók és gazdasági vállalkozások tartják el. Közép-Európa német nyelvű államaiban, így Németországban az államegyháziság és a radikális elválasztás között átmenetet képező modell fejlődött ki. És ebben a modellben, vagy modellben a hangsúly az az együttműködésen van. Az állam és az egyház viszonyát talán leginkább ezzel a szóval tudnánk kifejezni, hogy kapcsolódás. A modell lényege egyrészről az államegyház tagadása, másrészről a közjogi státust élvező egyházakkal való együttműködés. A három alapvető modellt áttekintve megállapíthatjuk, hogy a különbségek ma már ennyire nem élesek. Az államegyházi berendezkedést őrző országok a vallásszabadság hatékony biztosítása révén ma már összefonódásaik ellenére is világnézetileg semlegesnek tekinthetők. A szeparációs rendszerek egyházellenes beállítottsága is alább hagyott, és már a legtöbbjük azt mondhatjuk, hogy jóindulatúan és támogatóan áll az egyházakhoz. Úgy vélem, hogy Magyarországot sajátos történelmi múltja jogán sajátos egyházállami modell illeti meg. Az, ami a magyar sajátos egyházi modellt jellemzi, talán a támogató elválasztás nevet kaphatná, mert ezzel a kifejezéssel írható le a legjobban. Sem az ellenséges elválasztás, sem pedig az egyházak oktatási, jogalkotási autonómiájának a csorbítása nem követendő. Ahogy a törvényjavaslat fogalmaz, az alaptörvénnyel összhangban az állam és az egyház különvált működésének alkotmányos követelményét figyelembe tartva, de az együttmunkálkodás kölcsönös előnyökön alapuló elveit megfelelően érvényesítve alkotjuk a törvényt. Ez a fajta modellválasztás azt kell mondani, hogy értékválasztás, és elismerjük, hogy Magyarország történelmében és kultúrájában folyamatosan meghatározó jelentőséggel bíró egyházaknak igenis kiemelkedő szerepük van, mert nélkülük a nemzeti együttműködés rendszere és a nemzetnek a felemelkedése nem képzelhető el. Az oktatásban, az egészségügyben, a munkahelyteremtésben, az egyházak nélkül nem jutunk eredményre. Jelen törvény megalkotásával közös sikereink szabályrendszerét, garanciáit és alapjait rakjuk le, és ehhez kérem én tisztelettel a képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Nyakó István képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának, aki szintén vezérszónoklatát innen az emelvényről fogja elmondani. Parancsoljon, jegyző úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, és a pohárvizet se kell kicserélni, mert Demeter képviselőtársam nem szomjazott meg közben. Tisztelt ház, a Magyar Szocialista Párt véleménye szerint az előttünk fekvő törvényjavaslat minimum két témakörbe súlyos aggályokat vet fel. Sérti ugyanis az egyházak állam előtti egyenlőségének elvét, és ha a javaslat elfogadásra kerül, úgy az állam a vallás definiálása miatt beavatkozik a vallásszabadságba, és ez ellent mond az állam és az egyház szétválasztásáról szóló alapelveknek is.
Nem mellesleg a visszamenőlegesség problémakörét is felvethetjük a törvényjavaslattal szembe, amennyiben visszamenő hatállyal megfosztanának egyes vallási csoportokat a jogaiktól, úgy, hogy a nyilvántartásból törölnék őket. Pedig ők a köztársaság törvényeit tiszteletbe tartották, vagy legalábbis jogerős bírósági döntés ennek ellenkezőjét még nem mondta ki, de ha valaki más tud, akkor most szóljon, vagy hallgasson mindörökre. Engedjék meg, hogy előre bocsássam, megértjük, hogy egy 20 éve keletkezett törvényt a jogalkotó felülvizsgál, és látjuk, hogy az elmúlt két évtized egy-két vagyhajtását vissza kell nyesnünk, de erről az előbb is szóltam. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy ezt a visszanyesést semmiképpen nem szabad a tőnél kezdeni, mert az pusztulással jár. Az MSZP egyébként minden tisztességes egyházjogát fenntartja arra, hogy vallási meggyőződésüket a törvény adta keretek között végezzék. Nem teszünk különbséget kicsik és nagyok, régiek és újak között, mert nincs rá olyan felhatalmazásunk, ami alapján az egyházak a maguk hite szerint léteznek. Úgy tudjuk, isteni felhatalmazással egyház falai között egyébként senki nem rendelkezik. Ha rövid hozzászólásomban név szerint említenék egyházakat, arra kérem, hogy ne sértődjenek meg, mert az összehasonlításuk nem a hitbéli igazukat érinti, hanem csak jelen tervezett által előidézett anomáliákra, illetve csapdahelyzetekre fog rámutatni. Tisztelt ház! Az új vallásügyi törvény megalkotásának a kormánypártok részéről deklarált politikai indoka és célja úgymond a vallásszabadsággal való visszaélések csökkentése, az úgynevezett biznisz egyházak kiszűrése lenne. Mielőtt ezen a ponton túllépnék, megkívánom jegyezni, hogy az 1990. évi 4-es törvény 20-as paragrafus 2-es bekezdése, itt most a jelenleg hatályban lévő törvényről van szó, az ügyész keresete alapján eddig is lehetőséget adott arra, hogy úgynevezett biznisz egyházzal szembe fellépjünk. Ma persze politikusként elmondhatjuk, hogy az elmúlt 20 évben több ilyen, most fogalmazunk úgy, hogy egyház kezdte meg a működését, de erre jogilag értékelhető bizonyítékunk nincs. Nincs, mivel az elmúlt két évtizedben ügyész nem nagyon fordult bírósághoz, bíróság pedig nem hozott ilyen döntést. Ha ez így van, akkor viszont felmerülhet a jogalkotókkal szemben a kollektív bűnösség elvének alkalmazása, hiszen a törvény életbelépésével egyidejűleg ma létező egyházaktól veszik el a létezéshez való jogot, független attól, hogy kik is ők valójában. Ráadásul komoly dilemma elé állítja a törvény tervezet a bíróságokat a bizniszség elbírálásával kapcsolatba, hiszen az átadott több 10 milliárd forint értékű ingatlan vagyon hasznosulása és az állami pénzek között felhasználásával kapcsolatban meglehetősen korlátozott a törvénytervezet szerint legalábbis az állami szervek lehetősége. Biznisz egyház-e az, amelyik több tízmilliárdos állami vagyont kap hozzátartozó normatívákkal együtt? Természetesen nem, nem is állítja senki, de egy bírósági jogalkalmazás közben ilyen kérdések simán felmerülhetnek. Tisztelt Országgyűlés! Nézzük most az egyházak állam előtti egyenlőségének elvét. A törvényjavaslat meghirdetett célját alapjában kérdőjelezi meg az egyházi törvény keretei között maradó, tehát az előterjesztés által is ténylegesnek tekintett egyházak három kategóriába osztása, 1A, 1B, 1C számú melléklet. Ezt a tervezetet egészen márciusig eltitkolták, és azóta sem magyarázták meg a kategorizálás indokát, legalábbis számomra nem érvényes az a magyarázat, amit ehhez önök hozzáfűznek. Egy biztos, ennek semmi köze nincs az úgynevezett biznisz egyház jelenséghez. Lehet, hogy inkább az oszd meg és uralkodj technikáját törvényesítheti és alapozhatja meg az egyházak politikai kiszolgáltatottságát, illetve aláshatja a felekezeti jogegyenlőséget. A táblázatok összeállítása ugyanis önkényes, nyilvánvalóan politikai, és valamelyest diplomáciai szempontok játszottak szerepet ebbe. Arra a célra ugyanis, hogy az egyházi kritériumoknak egyértelműen megfelelő felekezetetnek 20 éves múlt, 1000 fős létszámküszöb és nyilvánvaló vallási tevékenység ne kelljen újra regisztrálniuk magukat, elég lenne egyetlen egységes táblázat. Ehhez képest maximum egy másik úgymond feladat kijelölő táblázat rögzíthetni azoknak az egyházaknak a körét, melyekkel a kormányzat megállapodás köteles kötni jelentős közjogú tevékenység okán. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint ugyanis az egyházak esetleges eltérő kezelésének csak a közfeladat ellátási körre szűkítetten
és ekkor is csak a tényleges társadalmi szerepük figyelemmel kísérésével lehet helye. A mostani táblázatok azonban nem felelnek meg a normativitás követelményeinek, s véleményem szerint nincsenek tekintettel az érintett egyházak tényleges társadalmi szerepére. Az 1/A számú táblázat kimondottan nem a normativitásra, hanem egyfajta historizálásra épül. 1895 évi törvény citál, s hagyj jegyezzem meg, ha 20 évnél azt mondjuk, hogy érdemes felülvizsgálni egy törvényt, azt gondolom, hogy 120 éves törvényre hivatkozni pedig, hát meglehetősen furcsa. Ez nem jogi, hanem maximum muzeológiai kategória, aminek a szereplők többsége tekintetében a jelenleg érvényesülő tényleges társadalmi szerephez sincsen semmi köze. Első kategóriába 13-ból legalább 8 felekezetnek. Mert miféle sajátos értelmezés az a tényleges társadalmi szerepnek, amely szerint az 1/A alatti listán szereplő felekezetek túlnyomó többsége, esetén az őket támogató 1%-os adófelajánlások lélekszáma, ami néhány esetben az 500-at sem éri el, messze elmaradt például az 1B csoportba száműzött Híd gyülekezete vagy Krisna tudatú hívők közösségétől. De még ugyancsak